Több mint egy évtizedes múltra tekint vissza az alacsonyabb osztályú megyebeli futballcsapatok felkészítési segítő kispályás torna. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága által szervezett rendezvény selejtezőit vasárnap a megye hat sportcsarnokában, Gyulaházán, Tiszavasváriban, Leveleken, Újfehértó, Nyírbátorban és Csengerben rendezik meg. 36 csapat jelentkezését vártuk előzetesen. Örömmel mondhatom azt, hogy a határidőig, a jelentkezési határidőig 38 csapat adta be a jelentkezését, és természetesen úgy döntöttük, hogy két helyszínen akkor nem 6, hanem 7 csapat fog majd versenyezni. Ez a két hétfős csoport Gyulaháza, illetve Csenger, a másik 4 helyszínen pedig 6 csapat fog majd körmérkőzéses mérkőzést játszani. Mind a 6 helyszínen, ugye a selejtezőknél 6 helyszínen reggel 8 órakor kezdődnek a találkozók, és valamivel 17 óra előtt érnek véget, tehát nyugodtan mondhat, hogy reggeltől estig fog pattogni a labda. A szabadtéri szezon kezdetéig még több megyei igazgatóság által szervezett torna segíti majd a csapatok felkészülését. Hagyományoknak megfelelően idén is szervezünk a megyei női bajnokságban részvevő csapatok számára női tornát. Például most 17-én indul, ugye, ahogy említettem, a Nyírerdő kupa, január 16-án már lesz női tornánk, illetve volt decemberben is. Elsősorban a helyszínét szintén a nyíregyházi filófoci csarnok. A leány U15-ös csapatok számára is szervezünk tornákat, egy már lezárult Balkányba, lesz Nyíregyházán is, és a tervek szerint Kisvárdán is lesz még a télen az újonnan indult leány U15-ös bajnokságban részvevő csapataink számára. Az öreg fiúknak is volt már, és lesz már teremtornájuk, lesz még teremtornájuk, illetve az utánpótlás bajnokságoknál, hiszen ne felejtsük el, hogy a futszál U11, 13 és 15-ös korosztályú csapatoknak idén is rendez, idén télen, január végén, február-márciusban a megyei igazgatóság futszál tornákat, ahogy ez volt a tavaly-tavaly öt esztendőben. Nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan sok csapat, sok egyesület nevezett be ezekre a futszál tornákra is. A Nyírerdő kupán vasárnap minden helyszínről 4 csapat jut tovább a január 24-i második körbe. A 8-as döntőnek január 31-én a nyíregyházi filófoci csarnok ad majd otthont.